Jó estét kívánok, ez a nap híre élőben az ATV 2-es stúdiójából. Tudják, 25 perc, három téma és három vendég, ismerjék meg a mai vendégeket. Itt van Sándor Zsuzsa volt bíró, Gergely Márton a HVG rovatvezetője és Szakács László a Szocialista Párt frakcióvezetője. Három jogász és egy rendes ember van ma itt a stúdióban. Köszönöm szépen. Mielőtt rátérünk az első témára, szeretném megmutatni önöknek a nap kérdését. Ez majd később a műsorba kerül elő ez a téma, úgyhogy ha nem értenek egyet a szavazás jelenlegi állásával, még lehet rajta módosítani. Ma azt kérdeztük önöktől, hogy önök szerint napvilágra kerülnek-e ismert hazai nevek a szexuális zaklatások elkövetői közül, tehát hogy lesznek-e magyar nevek ezen a szégyenletes listán. Ha tudjuk, akkor majd mutassuk meg a táblázatot, de egyébként, mielőtt én ebbe a stúdióba bejöttem, úgy állt a szavazás, hogy igen, hamarosan áttörik a gát, ez volt 40%, és nem, ezeket az ügyeket is eltusolják, ez volt 60%. Tehát a többség szkeptikus, hogy ez mennyire baj, vagy mennyire gátja annak, hogy ezek az ügyek előkerüljenek, arról beszélünk, de előtte egy másik fontos, sokakat félelemmel és sokakat felháborítással eltöltő téma. Íme. Novembertől több betegség típusban csak a legolcsóbban beszerezhető innovatív gyógyszerrel lehetne megkezdeni a rákbetegek kezelését. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke szerint szakmai érvekkel nem védhető a daganat ellenes terápiák tervezett egységesítése. A szakemberek szerint a személyre szabott orvoslás lényege az, hogy a daganatos betegnek választanak gyógyszert, és nem egy központilag kijelölt gyógyszerhez rendelik hozzá a rákbetegeket. A most bevezetendő vaklicit, amikor egy betegcsoportnál a legolcsóbb készítményt támogatja a társadalom biztosító, jól működik. Tehát a lejárt szabadalmi védettségű gyógyszereknél, de ha két azonos betegség típusban és stádiumban lévő rákbeteg csak azért kapja ugyanazt a gyógyszert, mert az a legolcsóbb, a megtakarítás látszólagos, az adott betegnél az eredményesség rovására mehet. Az Európában sehol nem alkalmazott módszer miatt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete is aggódik. Ha nem tiszteletlenség, akkor érdekelne, hogy kinek volt vagy van daganatos beteg a családjában, vagy a szűkebb környezetében, ismeretségi körében. Na, barátok közt van. Volt. Igen, na, volt, szóval csak volt. Azt gondolom, hogy reprezentatív a minta, tehát hogy gyakorlatilag nincs olyan család, akit szegről végről, egészen közelről vagy egy kicsit távolabbról ne érintene egy onkológiai betegség. Értitek azt, hogy mi a ráció ebben, hogy miért végez emberkísérletet a kormány, illetve lehet, hogy vannak mögötte racionális érvek, de akkor meg miért nem beszél ezekről senki? Miért történik, ami történik? Nem ez az első dolog, ami történik egyébként ebben az esetben. Tehát az onkológiánál már nagyon sok olyan módszertani utasítás ment ki, amit mindig megkérdőjelezett a szakma. Az első az volt, hogy 74 év fölött már megkérdőjelezik azt, hogy a érdemes-e a terápiát folytatni. Volt arról egy komoly szakmai vita, hogy az utolsó három hónapnak a költség növekménye, ugye az ember életének az utolsó három hónapjában megkaphatják-e a terápiát, hiszen az a legköltségesebb. Ezek borzalmas dolgok, hogy egyáltalán erről beszélnek. És most ugye jön ez a következő, amikor azt mondják, hogy hát mégiscsak a költséghatékony, a költségvetést kímélő gyógyszereket kell adni. Az orvostudomány nem erre felé halad, az orvostudomány arra felé halad, hogy minél több, minél jobb terápiát, gyógyszert tudjunk adni a betegeknek, mindenkinek személyre szabottan tudjuk ezt adni, és minél több életet meg tudjunk menteni, az életminőséget tudjuk javítani, vagy meg tudjuk hosszabbítani. Ha nem ezt teszik, hanem pénzt spórolnak, akkor az egész egyszerűen egy alávaló dolog, és teljes mértékben ki kell állni a szakma mellett. Mindjárt két kérdés is eszembe jutott, hogy jogilag ez rendben van-e, tehát ugye az alkotmány kimondja az egészséges élethez való jogot. A másik pedig az, hogy vajon mit tudunk arról, hogy akik erről döntenek, az ő édesanyjuk és édesapjuk adott esetben ugyanilyen elbírálás alá esik. Ott is azt mondják az utolsó három hónapban, hogy ne kapják meg a terápiát, mert már minek arra a kis időre? Vagy vannak egyenlők és egyenlőbbek, Zsuzsa? Hát minden területen vannak egyenlők és egyenlőtlenebbek, vagy egyenlőbbek, de ez egy tragikus terület. Tehát itt azért borzasztó az, hogy az iskolába kivételeznek a főnök kisfiával, ezt még valahogy a gyerekek nehezen, a felnőttek már ezt lenyelik. De az, hogy amikor emberek életéről van szó, akkor különbséget tegyenek egyik és másik beteg között, az egész egyszerűen felháborító és vérlázító. De hát azt kell mondjam, hogy ez nem ríki abból az egész szemléletből,
ahogy itt az egészségügyet, és ahogy itt az embereket, és az emberi egyéneket kezelik. Ez azért nem onkológia kérdése, tehát, hogy én emlékszem arra az elhíresült miniszterelnöki beszédre, melyben elmondja, hogy az édesanyját immáron a kórházban jobban kezelik, és édesanyja azt hiszi, hogy ez azért történik, mert a kisfia helyrehozta az egészségügyet, természetesen nem tette. Itt is ez a helyzet, hogy amikor a törvényalkotó azon gondolkodik, hogy az utolsó három hónapban mit ér meg egy beteg, akkor nagyon nehéz nem arra gondolni, vagy nem feltételezni azt, hogy kiszámolja, hogy mennyi statisztikai esélye van arra, hogy a ciklus, 4 éves ciklusban még választó lesz az a személy, és utána ennek megfelelően lemond róla. Ezekről őszintén kéne beszélni. Nyilvánvalóan ez egy nagyon nehéz politikai kérdés, szakpolitikai kérdés, hogy hogyan osztjuk el az egészségügyre szánt pénzt. De azt is tudni kell, hogy ez egy, ahogyan Zsuzsa mondta, egy, a legkétségbeejtőbb pillanat mind a hozzátartozónak, mind a, annak, aki halállal néz szembe. Tehát ha annak, hogy kormányzati egészségpolitika az én apámról vagy anyámról lemond azért, mert a következő ciklusban már nem lesz választó, akkor én fogok lemondani. De jelenleg is lemond. A következő ciklusban. Lemond ez a magyar egészségügy, amelyik a palliatív orvoslást, a életvégi fájdalomkezelést, mint olyat nem intézi. Kilöki a rendszerből. Elfekvőbe rakja, vagy hazaküldeti. Ez a rendszer ugyanezt csinálja most is, csak legfeljebb most egy újabb jelét adja, hogy szisztematikusan így gondolkodik. Hát erre mondtam, hogy ez egyáltalán nem rík ki az egész látásmódjukból, csak itt mindig katasztrófákról van szó, és emberi életeknek a végéről. A látásmódot egyébként kifejezetten jól mutatja az, hogy hívják a minisztériumot? Emberi erőforrás, eként kezelnek bennünket. Nincs is egyébként egészségügy minisztérium, tehát ott két főosztályon majd eldől az, meg egy államtitkárságon, hogy mire költik a pénzt, de hogy ott dől el nyilvánvalóan ezt. Valahol megírják, aztán ők meg megpróbálják ezt képviselni. Emberi erőforrásként kezelnek bennünket? Nem. Mi egyének vagyunk, emberek vagyunk, igenis jogunk van hozzá, hogy a legjobb gyógyszereket megkapjuk, hatékony szűréseken vehessünk részt, ott minél hamarabb egyébként fel tudják deríteni azt, hogy a rákos megbetegedés van, és mindenki azt várná el, hogy a legjobbat kapja. Ők, akik ezeket a szabályokat hozzák, nyilvánvalóan nem ezt kapják. Nyilvánvalóan nem látják a közegészségügyet, nem olyan a mai magyar állam által finanszírozott egészségügy, ahova ők is elmennek. Én amikor kérdezem erről az államtitkártól, felolvas egy brosúrát, jövő héten erre lehetősége lesz újra, hogy válaszoljon, fogom is erről kérdezni, még mi beadunk egy költségvetési módosítót, mert tényleg egyébként pénzkérdésként kezelik, hát akkor csoportosítsunk át ide pénzt. Ez valószínűleg pár ezreléke lehet a költségvetésnek, valahonnan elveszük, ide oda fogjuk tenni, és ezt a jövő héten tárgyalni fogja a költségvetési bizottság. Kíváncsi leszek, hogy szavaznak. Egyébként is azt gondolom, hogy hát azért vannak olyan szakmai, orvos szakmai kérdések, amiben ne dumáljon bele az állam, és főleg ne egy ilyen szemléletmódból. Tehát tessék azt az orvosokra bízni, hogy melyik betegnek milyen gyógyszer és milyen kezelésre van szüksége. Ugye a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke Pajkos Gábor volt, aki nyilatkozott, azt gondolom, hogy ő ért ehhez, és ő azt mondta, hogy nagyban megszabja a gyógyulási esélyeket, hogy milyen az első terápia. Tehát ez egy olyan terület, ahol nem lehet próbálkozni. Vagy lehet próbálkozni, csak abban bele lehet halni. Illetve hát amennyire én tudom, a legújabb kutatások azt mutatják, hogy minél személyre szabottabb, annál inkább várható eredmény. Tehát, hogy épp azt kéne, akik ilyen helyzetbe kerülnek, nagyon sok pénzért próbálnak genetikai teszteken rájönni arra, hogy az ő daganattípusuk azon belül, ami szervet megtámadott, kezelhető-e valamifajta kísérleti stádiumban lévő gyógyszerrel. Tehát itt nagyon-nagyon komoly a remény, a reménytelenség és a szakadék közte. Ilyen helyzetekre egyszerű paragrafusokat írni, és utána egyébként vizes VB idején nekünk megmondani, hogy mi most ne nézzük, hogy mennyibe kerül ez, meg az, meg amaz, meg most örülni kéne. Akkor ne nézzük, amikor örülni kell, és közben sírjunk csendben, amikor nincs rá pénz. Hogy... Frakcióvezető helyettes úr, tessék engem meggyőzni arról, hogy ugye ellenzéki pozícióba az állami egészségügyet ekézni az nyilván egy hálás feladat. De pontosan tudja, hogy annak idején, amikor a vizitdíjjal ment szembe egy fél ország, tehát ehhez a rendszerhez bármit hozzányúlni, az bizonyos szempontból a politikai öngyilkosság kategóriája, ezt nem vállalta fel szemmel láthatóan az Orbán kormány se. Miért fogják esetleg önök felvállalni, ha abban a helyzetben lesznek?
Egyfelől nem hálás feladat. Én jobban örülnék annak, hogyha kevesebb felületet adna ennek erre a kormány, és nehezebb feladatom volna akkor, amikor az egészségügyet kell kritizálni. Másfelől 300 forint, vagy most az, hogy többet fizetnek a magyarok a magánegészségügyben, mint az Európai Uniós átlag. Ma egy magyar háztartásban 30%-kal tesznek hozzá többet, mint egyébként kellene ahhoz, hogy hozzáférjenek bizonyos ellátásokhoz. Ma a magánegészségügy az nem egy kiegészítő szerepet játszik, mint egyébként mindenhol Európában. Ma Magyarországon, ha valaki hozzá akar férni egyáltalán az ellátáshoz, akkor spórol, vár, kibírja valahogy és fizet. Ez a mai magyar egészségügy. Én azt gondolom, hogy ebben ellenzékiként, és úgy gondolom, hogy szociáldemokrataként is mást az ember nem mondhat, mint hogy állam által finanszírozott társadalombiztosítás alapú olyan állami egészségügy kell, ahova szívesen mennek az emberek. Most ezért fizetni kell. Fogorvosért, egy vérvételért, bármiért, ha nem akar hónapokat sorban állni, akkor az emberek fizetnek többet, mint az uniós átlag. Ez ma Magyarország. A napokban hallottam, hogy hitelt vesznek fel nagyon sokan, például kisebb műtétek elvégeztetésére. Hát egy konkrét példa, amikor egy ismerősöm a fájdalom klinikára akar bejelentkezni, mondták, 6 hét múlva kap időpontot. Szóval azt mondta, hogy de hát most fáj. Ha az ez egész műsoridőt erre szánnánk, valószínűleg az is kevés lenne, de csak az egyharmad van. Úgyhogy azt kérem, hogy menjünk tovább. Következő téma az aklatások ügye. Reagált a Katona József Színház Harvey Weinstein amerikai filmproducer szexuális zaklatási ügyére és Árosdi Lilla színésznő nyilvánosságra hozott történetére. Az intézmény azért adott ki közleményt, mert több sajtó megkeresést kapott, melyek a hazai színházi szféra lehetséges érintettségét firtatják. Mint írják, társulatok tagjainak szakmai előmenetele és elismerése kizárólag tehetségükkel, egyéni teljesítményükkel és munkájuk minőségével van összefüggésben. A Katona több mint 30 éves fennállása alatt nem fordult elő zaklatás, ügy, de ha ilyen eset tudomásukra jut, természetesen nem maradhat következmények nélkül. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, gyorsan mutassuk meg a nap kérdése szavazás állását, hogy hogy állunk most. Picit változtak az arányok, 39% szerint igen, hamarosan tudni fogjuk, hogy kik azok, akik a magyar közéletben szexuális bántalmazók voltak, és a többiek, még mindig a többség azt gondolja, hogy nem, soha. És ez nagyon tipikus, azt gondolom, mert hogy a többséget ez tart vissza a nyilvánosságra hozataltól, vagy attól, hogy leleplezzen másokat, hogy úgysem történik semmi. Nem hiszünk benne, hogy bármi változik a világban attól, hogyha elmondom a saját történetemet. És akkor minek vállaljak személyes kockázatot? Ez azért szomorú, nem? Hát az szomorú, hogy a Katona József Színház nem állítja azt, hogy ő megkereste volna Sárosdi Lillát megkérdezni, hogy négy szem közt mondja meg, kiről beszél. Hogy első körben zárják ki, hogy nincs-e köztük. Ez számomra nehezen érthető. Itt van egy személy, aki elmondja az interjúban, hogy egyébként ő négy szem közt vállalja, hogy ki volt a zaklatója akkor. De ő még főiskolás volt akkor, amikor ez vele történt. Ettől függetlenül nekem is felemás érzéseim volt, amikor elolvastam a Katona közleményét, mert ugye abban benne van az is, hogy hát azért nehogy ez az egész magyar színházi szcénára rossz fényt vessen egy-egy ilyen elszigetelt eset, tehát egy fura. Ezek borzasztó nehéz. Szolidaritás vállalás. Borzasztó nehéz ügyek ezek. Tehát az, hogy egy színésznő négy szem közt valakinek elmondja a nevet, azzal semmivel sincs előbbre. Tehát itt akkor lehetne valamit tenni, hogyha többen, akiket ilyen zaklatást ért, azok együtt kiállnának névvel, címmel, hogy kiről van szó. A probléma az, hogy ugye nekik kell bizonyítani, hogy ez így történt. A te ilyen ügyeket tárgyaltál például? Volt ilyen ügyed? Hát szexualitással kapcsolatos ügyem, akkor még ez nem zaklatásnak, tehát más kategória, de hogyne. És borzasztó, hogy hogy csúsznak szét ezek az ügyek a tárgyalóterembe. Pont arra gondoltam, hogy tehát egy olyan országban, ahol létezik ilyen mondás, hogy pénz számolva asszony verve jó. Ott milyen társadalmi gyökerét várjuk annak, hogy mélységesen és hittel elítéljenek ilyen nagyon sokszor az asszony feljelenti, aztán a tárgyalás idejére rájön arra, hogy ha az urát becsukják, akkor nem lesz pénz, akkor nem tudja fenntartani magát meg a gyereket, és visszavonja a vallomást. Vakkomondor,
Kérem szépen. Hát, ezt akartam mondani a vakkomondoroknak az országában, ahol ha közbeszéd is van, akkor inkább e felé, a vakkomondor felé, meg a mindenfajta olyan magyarázatok felé megyünk el, ami nyilvánvalóan nem igaz. A kormány, illetve az állam ebben úgy tesz, hogy az a probléma, amiről nem beszélnek, az nincs. Ugye itt is azt lehet látni, hogy valójában nem azt választotta egyébként az áldozat, amit gondolnánk, hogy választani, hogy besétál a hatósághoz és tesz egy feljelentést. Valamiért nem ezt választotta, nem akar még egyszer áldozat lenni, nem akarja egyébként végigcsinálni még egyszer ezt az ügyet, mert nem állt föl az az intézményrendszer, ugye ez az isztambuli egyezmény, amit nagy nehezen most már a kormány aláírt, ugye 2 éven keresztül kellett ezért rengeteget akcióznunk, rengeteget beszélnünk róla, amely ilyenkor védi az áldozatot. Ma Magyarországon hetente egy nő, havonta egy gyermek az, aki áldozatául esik egyébként ezeknek az erőszakos cselekményeknek. Erre nem lehet, hogy nem reagál a társadalom. Egyfelől a közbeszédben nem mondunk ilyet, hogy a pénz számolva az asszony verve jó, nem mondunk vakkomondorokról legendákat, hanem az, aki ezt tette, elismeri. Így van. Az inkább elismeri ezeket, és a társadalom, vagy éppen a közösség pedig kirekeszt, hogy ezek volnának a normális reflexek, ezek volnának az, amikor működik az immunrendszer. Most inkább ezt besöprik a szőnyeg alá, és mindenki úgy gondolja, hogy még egy dudor a szőnyeg alatt az inkább jó, mint hogy végigcsináljon egy ilyen procedúrát. Ezen sokat segíthetne egyébként maga az isztambuli egyezmény intézményrendszerének a felállítása, az a segítsége. Ez 17 milliárd forintba kerülne, csak az előbb is beszéltünk, ugye, akár a vizes VB-ről, akár bármilyenről. Ez a magyar költségvetésnek az egy ezrede. Szerintem megérni. Ez egy olyan dolog, amit elkezdhetünk mi magunk, egyrészt, hogy meghallgatjuk a nőket, tehát, hogy nem feltétlenül a jelen 3-1 helyzet a legalkalmasabb arra, hogy mi erről többet megtudjunk. Én az előbb nem azt mondtam, hogy a Sárosdi Lilának kinek kellett volna megmondani, hogy a színháznak mit kellett volna tennie, ha őszintén feltárást vár. Szerintem itt most elsősorban az áldozatok meghallgatásának a pillanata lenne, nem annak, hogy XY-kromoszómával megpróbáljak rendet vágni a terjedő pletykák között, és nem tudom én minél. Ugye valóban sokan bírálják Sárosdi Lilát azért, hogy miért nem mond nevet. De ő erre azt mondta, hogy ő nem egy embert akar meghurcolni, ő egy jelenségre akarja felhívni a figyelmet. És igaza lett, mert a jelenségre a figyelmet felhívta. Mi is most erről beszélünk, ugye Nyári Krisztián erre csatlakozott rá, meg azok, akiknek a fényképe még itt látható mögöttünk. Tehát, hogy Sárosdi Lila tulajdonképpen okosan csinálta, ha neki valóban ez volt a célja, hogy mindegy, már az az ember fusson, de legyen a közbeszéd része ez a téma, akkor ezt elérte. Azt mondja még, csak egy pillanatra, hogy ő ezt azért tette, hogy a fiatal ilyen helyzeteknek kiszolgáltatott emberek, elsősorban nők, tisztában legyenek a jogaikkal. Tehát, hogy megtörténik vele ez 20 évvel ezelőtt, hogy miért nem ment rendőrségre, mert azt se tudta, hogy mi ennek a tényállása, mi az, ami vele történt, mi az, aminek elszenvedője lett, és hogy emiatt kihez fordulhat. És ő azt mondja, hogy kezdjük el középiskolában tanítani, hogy mihez van jogunk, mit kell ilyen helyzetben tenni, mihez van a másiknak joga, aki hatalmával visszaél, és hogy minek nevezzük az ilyen viselkedést, és ehhez nyilván ön jogászként sokkal többet tud hozzátenni, mint én. Igen, hát a probléma, az elsődleges probléma az a társadalmi kibeszélés, megbeszélés. Tehát ebben én tökéletesen egyetértek, hogy erről szó kell, hogy essék, hogy kellene tanítani az iskolába, középiskolás gyerekeknek, hogy mi a teendő. De azt azért tudjuk, és egy nagyon jó amerikai filmből is tudjuk, hogy a zaklatás az mindig hatalom kérdése. Tehát igazából itt ez is a probléma, hogy alá és fölé rendeltség van. Mindegy, hogy most nő vagy férfi, biztos ti is láttátok ezt a filmet. Edző és sportoló, tanár és gyerek. Sportoló az úszóknál, tehát nagyon-nagyon sok helyen, és ez mindig az alá fölé rendeltségen és a hatalmon múlik. Talán akkor itt hozzátehetjük azt az múlt heti adatot, mely szerint az Európai Unióban a hatalom megoszlás területén Magyarország áll a legeslegutolsó 28. helyen, rosszabbul, mint bárki az unión belül, és ez a hatalom megosztásban nem csak a végrehajtói hatalmat számolták, de bizony a parlamentet, a médiát, a nagyvállalatokat és a hasonló intézményeket. Itt van egy szegény udvarias politikus, így van, aki már régóta szólni akar, és akkor ez most ebben a körben a végszó.
Valójában arról van szó, hogy ahhoz, hogy ezt tudjuk oktatni, ahhoz, hogy ezekre a jelenségekre fel tudjunk figyelni, ahhoz ugye intézményrendszer kell. Először is a szakembereket is ki kellene hozzá képezni, akik ezt oktatják, akik odafigyelnek rá. Az ifjúságvédelem egyébként pár évvel ezelőtt megszűnt az iskolákban, akik oda tudtak volna arra figyelni, mert nem csak nők, gyermekek is áldozatai ugye ezeknek az eseteknek, hogy valamelyik gyermeknek a magatartása hogyan változik meg, miért változik meg, és esetleg mondjuk mögé néznek, hogy milyen folyamatok vannak e mögött, minek válhatott ő az áldozatává, és nem utolsó sorban a szakembereinket is kell képezni, mert nagyon sok áldozat ugye attól fél, hogy a végén még őt fogják meghurcolni, nem az az egy fusson, hanem az áldozat eleinte magát is hibáztatja, de később esetleg még őt is fogják hibáztatni, hát akkor inkább úgy dönt, hogy nem megy el a rendőrségre. Így viszont kibújik belőlem a politikus mögötti jogász, és azt mondom, hogy de a büntetésnek akkor is el kell érni a célját, mind az elkövetőt, mind a társadalmat, tartsa vissza az ilyen cselekményeknek az elkövetését. Meg talán az is fontos, hogy valamilyen társadalmi érzékenyítés kéne, ehhez képest társadalmi elvadítás folyik. Harmadik téma, sajtószabadság kérdése. Vannak még független médiumok Magyarországon. Szerintem most önök is egy ilyet néznek. Ez a következő téma. Kritikus beszédet mondott a magyar sajtószabadság állapotáról az amerikai követséget vezető ügyvivő. David Kosztelancsik a Magyar Újságírók Országos Szövetségében kijelentette, a kormány nyomás gyakorlása miatt folyamatosan csökken a független média termékek száma. Szerinte a kormány kézi vezérléssel irányítja a felvásárolt médiumokat, és különféle támogatásokkal segíti a hozzá lojális médiát. Az ügyvivő arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok az elmúlt években számos alkalommal felszólalt a sajtószabadság terén Magyarországon látható negatív tendenciákról, ám a negatív tendenciák folytatódtak. Hát elég egyértelműen a soros tervet hajtja végre az ügyvivő úr, most lebukott. Annak idején biztos emlékeztek rá, hogy amikor Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, akkor a magyar kormányzatból többen is azt mondták, hogy ez azért tök jó így, mert vége van annak a korszaknak, hogy Amerika beledumál a magyar belpolitikában. Úgy tűnik, hogy ezt eléggé benézték. Tehát vagy nem Trump függő, vagy közben változott valami. Azt hiszem, ez erősen nem Trump függő. Tehát ott egy nagyon jó kialakult, nagyon jó begyakorolt demokrácia van, és ehhez ők tartják magukat. Aminek azért lássuk be, Trump is húzogatja a bajszát. Húzogatja, persze, de azért vannak ott határok, amiket ő se tud átlépni. Fékek és ellensúlyok rendszere még nincs felszámolva. Politikai kultúra függő ez, és tényleg a fékek és ellensúlyoknak a rendszeréről beszélünk, ami Magyarországon összeomló félben van, ahol pártkatonák vannak azokon a területeken, ahol például mondjuk itt a média hatóságban föl kellene, hogy emeljék a szavukat azért, mert mondjuk nem kiegyensúlyozott bármelyik műsor, vagy éppen valaki nem mondhatta el a véleményét, nem ugyanakkor a terjedelemben tehette ezt meg. De el lehetne ezt mondani egyébként nagyon sok intézményről, ami a demokráciáért van. Hát Amerikában ez természetesen ez másképpen van, hát ezért nem szívesen látott vendég Magyarországot. De illetve hogy lenne szívesen? Most mondta az amerikai nagykövet, hogy mármint a magyar washingtoni nagykövet, hogy Trump vendég listáján ott van Orbán Viktor. Igen, én azt hiszem, hogy Amerikával felesleges ennyire előzékenynek és nagyra méltatónak lennünk. Trump a múlt héten nyilvánosan mondta azt, hogy egy őt kritizáló tévécsatornát, az NBC-t meg kéne vizsgálni, hogy a működési joga fennmaradhat-e. Az Egyesült Államok elnöke a legalapvetőbben próbálja fűrészelni a fékek és ellensúlyok rendszerét, amikor nem tudja megváltoztatni azt az egészségügyi törvényt, amit Obama ráhagyott, akkor megpróbálja azt elnöki rendelettel megváltoztatni, a környezetvédelmi hatóságát pedig odaadja egy kokaspiroskának, mondjuk így, bocsánat, Karas Mónikának, én félre csúszok, bocsánat, a piroskától. De hogy ugyanez a szisztematikus rombolás az intézményeknek, ez zajlik az Egyesült Államokban is, tehát hogy én inkább elfelejteném őket. Fasorban sincsenek, bocsánat, hogy közbeszólok. Hát Magyarországon már mióta van az a média törvény, melyik minden egyes média munkásnak a feje fölé oda teszi Damoklész kardját, hogy majd meg fogják büntetni, ha rosszul írja le, ha rosszul idézi, ha nem olyat mond. Itt nem mondtak olyat, hogy bárkit, ha bírálták volna Orbán Viktort, akkor majd megvizsgálják, hogy mi van a működési engedélye. Hoztak egy olyan törvényt, ami Damoklész kardját oda tette a fejük fölé. Aztán akkor informális eszközökkel elvonták az állami
hirdetéseket, összekacsintva megmondták a nem állami, a versenyszféra hirdetőinek is, hogy azért ott nem kéne hirdetni, ahol mi sem hirdetünk, erre azért jó pár médium ráment, hát és most itt tartunk, hogy azután meg már a fölvásárlás az utolsó, hát hol van ide még talán? Mélységesen kínos nekem egy politikussal egyetérteni, de Donald Trump azt mondja, hogy be kéne zárni a CNN-t, majd másnap a CNN kinyit és tovább dolgozik. Igen, itt de... valaki azt mondja, hogy be kell zárni a Népszabadságot, és másnap a Népszabadság be van zárva. Ezért beszéljünk pont Magyarországról, ne beszéljünk az Egyesült Államokról, ahol házi őrizetbe raktak újságírókat, mert nem árulták el a forrásaik nevét ebben az évezredben. Magyarországon is. Magyarországon egész lapokat bezárnak. De tényleg a bezzeg országot szerintem felejtsük el, mert annyira szörnyű itthon a helyzet, hogy nem is érdemes arról nem, beszélni. Nem, én azt hiszem, hogy itt teljesen félreértettél. Én nem bezzeg országról beszélek, hát tudjuk azt a millió hibát, és nem a Trump személyéről. Én azt mondom, hogy ott azért még megvannak a fékek és ellensúlyok, és próbálkozik ez az ember, aki nekem éppen emiatt, mert a demokráciát szeretné összetiporni, nem a szívem csücske, mondanom se kell, de az a rendszer az ellen tud állni. Itt pedig ezt a rendszert olyan mértékben rombolták már le, hogy semmi ellenállás. A világviszonylatban ez pont ez történik, és Magyarországon is sajnos tényleg ez történik. Nagyon régóta, nagyon szisztematikusan, nem is az Orbán rendszerrel kezdődött, hogy a sajtónak az ellehetetlenítését megpróbálták, hogy a pártok szisztematikusan mindig úgy értelmezik, hogy az a sajtószabadság, hogy nekik is van médiájuk. Lesz-e véleményetek szerint bármi következmény ennek a beszólásnak? Most túl azon, hogy a külügyminiszter már most, vagy a külügyminisztérium már most reagált, és azt mondta, hogy többet kéne tolmács segítségével újságot olvasni, a magyar újságokat az ügyvívőnek. De többször volt már ilyen kemény beszólás. Good friend. Aztán nem történik semmi igazából. Nagyon fogok haragudni, meg szomorúak lenni. Semmi. Semmi történni, semmi nem fog. Hát hogy örültek, mikor Good Friend elment, és tessék itt a következő, aki gyakorlatilag elmondja ugyanazt, és ugyanúgy nem fog semmi történni. Csak majd jól megsértődünk. Remélem, hogy azért nem üzenünk hadat Amerikának. Azért, ezt azért remélem. Azért, hogyha egy világviszonylatban vett nagyhatalom elmondja a véleményét, azt minden normális helyen figyelembe kellene venni, én úgy gondolom. Orbán ebben úgy gondolta, sokkal előrébb jár, hiszen ő Donald Trump mellé állt, amikor még senki sem. Sokat nem kockáztatott, mert a demokrata adminisztrációval rosszabb már nem lehetett volna a viszonya, ezért gyorsan odaállt Trump mellé, és ő nem gondolta volna, hogy ilyen lesz. Egy hálás fiú az elnök úr. Nem hálálta meg az elnök úr, de én úgy gondolom, hogy azért a médiának az immunrendszer szerepét, a nyilvánosságnak ezt az immunrendszer szerepét, ha folyamatosan napirenden tartja, és ezzel már tudunk foglalkozni, úgy gondolom már akkor közelebb vagyunk, azt meg már senki nem hiszi el, amikor meglátja mondjuk a 19 megyei lapnak a címoldalát, hogy itt ma Magyarországon az van, amit akár a külügyminiszter is ma leírt, hogy 19 teljesen egyforma címlappal megjelenik a 19 megyei lap, akkor Magyarországon itt aztán dübörög a sajtószabadság, és ezt most olvassa el az ügyvívő. Volt az? Nem csak mondjam. Azt akartam mondani, hogy ilyen téren polgárokként is van felelősségünk. Vegyünk magyar sajtótermékeket, adjunk rá pénzt. Értsük meg, hogy ez a mi pénztárcánkból életben tartható az, ami szabad. De a Klubrádiót ezt tartja életben, részben legalábbis. Meg tehát hát ez van most már olyan működik. Online újság, amelyik szintén abból él, hogy... De a nyomtatott lapok, mint például a HVG is, ott igen. Is meg lehet vásárolni. Tehát, és hogyha többen vásároljuk meg, jobban fog tudni működni, nem rosszabbul. Tehát, hogy van egy olyan belső immunrendszere Magyarországon, amit úgy látszik, hogy nem mindig használ. És ez pedig az, hogy tudatos vásárlókként, tudatosan vásároljunk egyrészt a közelünkből érkező magyar zöldséget, és a szabad magyar sajtót. És a kettő dologgal ugyanazt a célt éljük el, egy élhető Magyarországot teremtünk vele. Én ezt csak támogatni tudom, hogy nekünk is az a fontos, hogy a kommunikáció minél több csatornán el tudjon érkezni a választókhoz. Amit ebben meg lehet tenni, azt mi megtesszük, a választóknak pedig valahogy ide lehet majd a hozzájárulásokat akkor befizetni. Köszönöm szépen, hát azzal járultatok hozzá ehhez a mai műsorhoz, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm a beszélgetést, önöknek meg azt, hogy figyeltek ránk. Minden jót, viszontlátásra!